Az Erzsébet királynét is megjelenítő mézes kalács kápolnához 36 tábla rétegelt falemezt, több száz csavart és tiplit, 60 flakon púrhabot és 10 liter festéket használtak fel az Adri kézműves tortaműhely munkatársai. Ennek a piciny változata a szobámban van, valódi mézes kalácsból, és amikor ezt megláttam, és jöttek hozzám az ötlettel, hogy mi a véleményem arról, hogyha ezt elkészítenénk nagyba. És ez itt advent idején egészen vízkeresztig díszíteni a főterünket, akkor egy pillanat így végig villant az agyamban, és azt mondtam, hogy igen. A mézes kalács kápolna már ezen a hétvégén fénydíszbe öltözik, akár csak az egész város. Mi már hetekkel ezelőtt megkezdtük a készüléseket a adventre. Ez első körben úgy indult, hogy leellenőriztük azokat a karácsonyfa égőket, amiket kint hagytunk a nyár folyamán is, hogy melyik működik és melyik sem. Illetve amiket beszedtünk, azokat raktári körülmények között is átvizsgáltuk, hogy mi az, amit pótolni kell belőle, mi az, amit javítani kell belőle. Ezek megtörténtek. Most a múlt hét folyamán már megkezdtük a bent lévő izzóknak is a kihelyezését. Ma a város karácsonyfáját is felállították az Erzsébet téren. Advent első hétvégéjének kezdetére, vagyis péntekre pedig már mindenhol kigyúlnak az ünnepi fények.